Kedves nézőink, ezen a héten közlekedési hetet tartottak a Hét Színvirág óvodában, amelynek keretében egy Kressz parkot avattak fel. Most erről számolunk be önöknek. Sziasztok! Nézzétek, milyen szuper biciklit kaptam születésnapomra! Tudsz rajta, Barbie? Igen! Hány éves lettél? 5! Nézzétek, milyen ügyes vagyok! Juhé! Leszakta, nem menjél egyedül a meg. És csak te kis fiú, a kerékpárnak ez a fele, a gyalogosoké, vigyázz, áld a ízd az embereket. Jó. A közlekedés hete a május 11-ével kezdődő hét a Hét Színvirág óvodában. Ennek keretében kedden vették birtokba a gyerekek közlekedési parkot az óvoda udvarán. Milyen finanszírozással valósult meg ez a projekt? Hát a projekt megvalósítása különösebb finanszírozási kérdéseket nem vetett föl, inkább az eszközbeszerzésre volt szükségünk, hiszen korábbi években már nekünk rendelkezésre álltak ezek a közlekedési tábláink. Ahogy utaltam rá, 2012-ben az óvodánk felújításával egyidejűleg kezdetét vette az udvar átalakítása is, és akkor az udvar átalakítása során ezeket az eszközöket eltettük a játéktárolóba, és most ezen az úton, útfélen megyei rendőrfőkapitányság által két pályázat is ráirányította a figyelmünket, hogy ez milyen fontos ebben a korban megalapozni, és úgy vettük észre, hogy a gyerekek nagyon szívesen vesznek részt ilyen báb előadásokon, az udvaron nagyon-nagyon szeretik a rollereket, a kerékpárt használni, és ezért gondoltuk azt, hogy egy kicsit a szabályok és a mindennapi viselkedésformák gyakorlására is egy nagyon kiváló szintere lehet ez. Az eszközök vásárlását alapítványi támogatással valósítottuk meg, az eszközök kihelyezését és a parknak a festését pedig a műszaki csoportunk, a karbantartók készítették el. 7 darab közlekedési tábla van a parkban, hiszen óvodás korosztályról beszélünk, és elsősorban olyan táblákat helyeztünk ki, ami a mindennapi közlekedés során fontos, hogy ismerjék. Fontos, hogy ismerjék a gyalogos átkelőhelyet, fontos, hogy ismerjék, hogy meg kell állni, fontos, hogy ismerjék, hogy van, ahol elsőbséget kapnak, hiszen elég sokan jönnek autóval az óvodába, és közlekednek nap mint nap eszerint, illetve a parkoló táblákat, amiket nagyon jól ismernek, tehát tudnak gyalogos szereplőként, tudnak motorosként, tudnak kerékpárosként viselkedni ebben a kis parkban, és ezt minden nap módjukban áll gyakorolni, minden csoportban. Kiknek a segítségével gyakorolják a szabályokat a csoportok? Ezen a héten kifejezetten a rendőri segítséget veszük igénybe. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van egy rendőr apuka az óvodánkba, aki készségesen vállalta, hogy bármikor segítséget nyújt ehhez, illetve most a park átadásához segítséget nyújtó főhadnagy Gyuris Mónika és rendőrőrnagy Molnárné Bodorida van segítségünkre, illetve lesz a későbbiekben. Rajzpályázaton is részt vettek. A közlekedés biztonság gyermekszemmel rajzpályázaton vettünk részt, 26 pályamunkát küldtünk be. Talabér Dóra, tulipáncsoportos 5 éves óvodásunk nyerte meg azt a díjat, amit a rendőrfőkapitányság erre a célra kitűzött. Ő nagyon ügyes, tehetséges kislány, több rajzpályázaton eredményesen szerepelt már. A bábcsoportjuk is sikerrel büszkélkedhet. A bábcsoportunk a megyei rendőrfőkapitányság által kiírt úton, útfélen pályázaton vett részt eredményesen. Elődöntőből a döntőbe jutott a megyei döntőbe. A megyei döntőbe 7 csoport mérettetett meg. A nevét egy kis óvodásunk adta, Egyedi Júlia, illetve Zebrák nevű bábcsoport, gyermekbábcsoport, és ott külön díjjal ismerték el a munkájukat. Ki készítette fel a gyerekeket? Tömpe Anita és Lászlóné Remetei Angéla kolléganőim, a díszleteket pedig Aranyné Tóth Ildikó tervezte és készítette el. A Kressz park átadása után további feladatokat oldottak meg a gyerekek. Melyek voltak azok? Valamennyi csoportban úgy készültünk a mai délutánra, mivel tudtuk, hogy 170 kisgyereknek egyszerre egy időben nem lesz módja a Kressz parkot birtokba venni, hogy minden csoportunk aktuálisan a fejlettségüknek megfelelően, ehhez a heti projekthez illeszkedően különböző ügyességi feladatokat, különböző a közlekedéssel kapcsolatos szabályokat gyakorolhat, dominózhat,
kirakhat képeket, autót vezethet, óvónők által újrahasznosított terepasztalon gyakorolhatja a közlekedési szabályokat, egyrészt mint közlekedő autóvezető, másrészt mint gyalogos, harmadrészt mint kerékpározó kisgyerek. Jaj, de nagyon elvéve, kerekasan átsúszálni, jó, de kicsit elvéve.